Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben sakkmagazinban. Vendégünk, illetve állandó műsorvezető társunk Varga Péter, illetve én Gunyát Zoltán vagyok. Ketten szoktuk a tisztelt nézőket tudósítani a megye, az ország és a régió sakk eseményeiről. Előző adásunk óta nem zajlott semmilyen forduló, semmilyen jelentősebb verseny a környéken, így sakkbeli történésekről nem tudunk beszámolni a tisztelt nézőknek. Ehelyett a Grünfeld védelem rejtelmeibe szeretnénk a továbbiakban is beavatni a tisztelt nézőket. Az előző adásunkban ugyanis bemutattunk két olyan partit, amelyben a Grünfeld védelemben sötét meggyőző sikert aratott. Nos, a tapasztalt sakkozók tudják, hogy nyerő megnyitás nincsen, hiszen hogyha valamilyen megnyitásban akár sötét, akár világos egyértelműen nyerhetne, tehát akkor azt mondhatnánk, hogy az már nem egy megnyitás, vagy nem egy védelem, mert az már megdöntött, hiszen borítékolható a végeredmény. Egy-egy megnyitásban akár sötét, akár világos egyaránt nyerhet. A Grünfeld védelem egyébként egy tartalmas és sokak által játszott népszerű megnyitás, a világbajnoki páros mérkőzéseknek is a témája. Mivel az előző adásunkban bemutatott két partiban sötét nyert, ezért most egy olyan változatot szeretnénk a tisztelt nézőknek Péter nagymester tudósításában bemutatni, amelyben világos arat győzelmet, mégpedig nem váratlanul, anyagi áldozathozatallal, minőség áldozattal jut nagyon érdekes, aktív és dinamikus álláshoz. Mindkét játékost közismert játékos, mindkét parti ugyanazon sakkozók között zajlott. A világos figurákat sokszoros világbajnok jelölt és korábbi ex-világbajnok, a bolgár Veselin Topalov vezette, ellenfele pedig egy lett nagymester, már a 40-es évei végénél tart, mint egy közel 30 éve nagymester, Alekszej Sirovról van szó, szintén világbajnok jelöltről, aki legjobb éveiben a világ közvetlen élvonalába tartozott. Sirov is egy rendkívül dinamikus áldozattal tarkított sakkot vívó játékos, Topalov is egy sajátos dinamikus stílusú játékos, nézzük meg akkor Péter tolmácsolásában, hogyan csaptak össze a Grünfeld védelemben. Azért vindikálnám magamnak azt a jogot, hogy néha egy kicsit én is közbe kotyogjak. Mindenképp. Ugye világossal volt Topalov, sötéttel volt Sirov nagymester, és Víkanzében játszották ezt a partit, ugye D4 következett, amire huszár F6-tal folytatta, sötét ugye C4 következett, amire G6, érkezett huszár C3, D5, és ugye most a középképző változatról fogunk beszélni, C üti D5, huszár üti D5, E4, huszár üti C3, B üti C3, futó G7, futó C4, és C5. Következett, ugye itt is két változat van, a futó C4 előtt a huszár F3 bástya B1-es, ez a másik pedig a futó C4 huszár E2-es, most huszár E2-re rakta világos ezt a lovat. Sötét ugye támadja a D4 pontot, igyekszik azt aláaknázni, világos pedig a következő lépéseivel mindig csak alátámasztja a D4 pontot, azt igyekszik megvédeni a szép gyalogcentrumát, és úgy akar kifejlődni. Igen, huszár E2 következett, amire sötét huszár C6-tal folytatta, erre következett futó E3, fejlődött, elsáncolt fekete, elsáncolt világos is, és itt jutottunk el az a ponthoz, ahol több lehetősége is van feketének, ugye vezér C7, egy kicsit pozíciósabb szerkezet, futó G4, amit a partiban is láttunk, és akkor a másik pedig, hogy C5-i D4-jel közbeütnek, és utána lépnek futógénét, az a másik lehetőség. Tehát sok változat van. Többen a vezér C7-es pozíciósabb változatra esküsznek, de sötét ugye futó G4-gyel ilyen taktikai útra tereli a következő változatban a játékot. Futó G4
következett, amire F3-mal ugye ezt a kötést megszüntette fehér. Nincs is más lépés F3-on kívül, hiszen hogyha sötét be tudna ütni a futóval E2-re, akkor kiiktatná a lovat, a D4 pont egyik védelmezőjét, és gyalog előnyhöz jutna tulajdonképpen. Igen. Hát erre következett huszára A5, ugye erre szoktuk azt mondani, hogy ez megint egy közbeiktatott lépés, ugye nem viszi el a G4 futót, hanem ellentámadáshoz létre a C4 futó támadásával, futó D3-mal ezt visszavitte. Világos ezt a futót, ugye nem adja oda. Futó D3 következett, amire C üti D4-gyel, azonnal ugye a centrumot robbantja, ismét egy közbeiktatott lépés. Még mindig nem üthető a G4 futó, mert a... Az E3-mal leütném, akkor széthullana fehér haderő. Tehát C üti D4 következett, amit fehér visszaütött a C gyaloggal, ugye, hogy megmaradjon a centruma. És erre jött futó E6. A C4 pontot akarja birtokba venni sötét. Igen. Na és erre most egy nagyon érdekes, és hát egy főváltozat, a D5 következett, amire ugye egy minőségáldozat jön, A1-en beáldozzák a bástyát, és nagyon aktív tisztjátékot kap majd világos. Feketének nagyon-nagyon pontosan és jól kell védekeznie, hogy nehogy azonnal veszítsen itt ezekben az állásokban. Futó üti A1 következett, amire vezér üti A1, és erre F6 jön. Ugye itt az az érdekessége, hogy futó H6 fenyegetett, ugye nem lehet ütni E6-ra, mert akkor a D3 futó ugye ott ragadna, és ellentámadás hozna ott létre. Fekete, ugye ezért vezér D4 következett, ez egy nagyon erős, nagyon jó lépés, ugye centrumba helyezzük a vezért, és gyakorlatilag, ha megnézzük, minden tisztje jól áll világosnak. Nem érződik a minőség hátrány. Nem érződik, feketének meg nem nagyon van tisztjátéka, meg az A5 lova is kinragadta a játékból kicsit. Tehát a minőségért az ellenérték az, hogy a világos könnyű tisztek rendkívül erősek és aktívak. Igen. Erre következett futó F7, ugye most már el kellett vinni ezt a futót, ugye futó H6-tal aktivitást szerzett világos, ugye, meg a bástyát megpróbálja ugye megtámadni és visszaszerezni, bástya E8 következett, amire futó B5-tel ugye világos megtámadta ezt a bástyát. Következett E5. Tehát úgy látszik, hogy nincs mentség, a minőséget visszanyeri sötét, de van egy közbeiktatás. Igen, és itt E5-tel tudott jönni, ugye, hogyha ezt leütné, ampasszan lépéssel ezt a gyalogot a D gyaloggal, hát az bástyával vissza tudná ütni és megmenekülne. De nem ez volt az alapötlet, hanem vezér F2-vel, ez is furcsa lépés, de egy nagyon jó lépés, vissza vitte fekete a vezért, és ugye megtartja a tiszteket, és majd megpróbál szerintem F4-gyel nyitni az F vonalat, és támadást indítani ugye ott az F vonalon, meg a király szárnyon. Tehát a világos ötletének a lényege az, hogy a sötét nehéz tisztek a H6-on álló futó miatt mindig kénytelenek őrizni az F8 pontot. És ezzel a vezér F2 lépéssel pedig világos az F vonalat igyekszik kinyitni és rámutatni arra, hogy az F vonalon nem nagyon tud szembeállni tulajdonképpen sötét. Tehát az F vonal kinyitása mellett a kulcslépés még az, hogy futó D3-mal őrizzük a D5-N4 gyalog alakulatot, és nagyon sok lépésbe telik, amíg sötét összekaparja magát, valami ellenjátékot megkísérel, tehát majdhogy nem lehetetlen, nagyon nehéz védekezni az F vonalon történő támadás ellen sötétnek. Igen, tehát fekete ugye nem adta a bástyáját, bástya E7 következett, amire, hát ez nagyon szépen és hosszan szerintem leszámolta világos, F4 érkezett, ugye azonnal, nem lép király H1-et, hanem azonnal támadja, és próbálja megnyitni a király szárnyon az állás, világos, F4. Következett, amire elüti F4 jött, vezér üti F4, következett, és most vezér B6 sakkal, ugye igazi kettős támadás hozott létre fekete, de mégse tudja leütni majd a B5 futót, mert akkor a vezér üti F6 azonnal nyerne.
minimum egy bástyát, vagy ezért G7 mattal is fenyegetne. Tehát vezér B6 sakk jött, amire király H1-jel ugye kiment, természetesen nem cserélünk vezért, király H1 következett, és ugye most nem tudjuk ütni, amit már mondtam, a B5 futót, mert a vezér üti F6 azonnal nyerne, úgyhogy ezért fekete futó üti D5-tel közbeiktatást hozott létre. Ez az az értelme, hogy a hetes sort kivédte, tehát hogyha majd fehér ütne F6-ra, akkor ugye a bástyán a hetedik soron a bástya védekezik. Ezt a két bástya védi az F7, illetve még nem teljesen az F8 pontokat is. Igen. Ezt visszaütötte, ugye világos ezt a futót, vezérüti B5 következett, vezérüti B5, és ugye vezérüti F6. Jött, ugye azt kell látni, hogy az E7 bástyát is fenyeget, de a még veszélyesebb és drasztikusabb lépés az vezér F8, ami azonnali ugye vezér áldozatos mattal fenyegetne, hogyha bástya leütni, akkor bástyával visszaütném, és hogy a fekete király védhetetlenül kerülne kelepcébe. Ezt még vezér E8-al tudta egyedüliként védeni. És itt jött egy nagyon finom lépés, na ezek azok a lépések, amik igazi nagymesteri lépések, és az ember sokszor ugye nem biztos, hogy érti az értelmét ezeknek a lépéseknek, de nagyon-nagyon fantasztikus. Vezér D4 következett. Ugye sok minden lehetőség lett volna, huszár F4 futó D2, ezt a vezér F4-et ugye lépte. Itt több minden lehetőség van, ugye, rájátszani majd egyszer a bástya F8-a, de az sem biztos, hogy most. De mindenképp itt ugye esetleg a vezérnyerés volt feladata. Erre fekete ugye megpróbált védekezni aktívan. Következett bástya D8. Bástya C8 lehet, hogy érdekesebb lett volna, ez egy másik változat lett volna. Erre világos folytatta a partit H3-mal. Ez megint egy olyan lépés, ami az ember eszébe nem biztos, hogy jut, de ugye egy biztosító lépés, ami az alapsorát a királynak egyértelműen ugye biztosítja, ugye nem fog így alapsoron mattot kapni a fehér király, mindig ki tud lépni, és egy nagyon finom lépés, mert feketének nem nagyon van jó lépése. Ugye az E2 huszát nem lehet ütni vezér G7 mat miatt, és ugye nem nagyon tud a lóval játékba avatkozni, tehát egész egyszerűen volt ideje erre a H3 lépésre világosnak. Ugye huszár G3-ra volt parti, de azt nagyon gyorsan elvesztette fehér. Következett bástya F7, és ugye itt most nem nagyon tudott más csinálni, bástya üti F7 következett, amire vezér üti F7, és úgy tűnik, hogy elfogyott ugye a lépés, de vezér C3-mal ugye ellentámadást hozott létre az A5 ló, ugye nem nagyon van helye, amit B6-tal megvédett fekete, és huszár G3 nagyon-nagyon jó lépés, ugye a terv huszár E4 és F6 pont felé kacsingatni, és ugye azt nagyon nehezen tudja védeni fekete. Itt van az, hogy eddig jól védekezett viszonylag fekete, de most itt egy elég nagy hibát követett el. Itt ugye huszár E4 volt fehérnek a terve, ezt kellett volna kivédeni, és bástya E8 lépés lett volna a legjobb lépés. És ugye, hogyha vezér D4-jel folytatta volna, D-gyalogot vigye, akkor pedig ugye esetleg G5 jöhetett volna számításba. Itt huszár B7 következett, ami után azonnal veszve állt fekete. Milyen jó lett volna, léphet még egyet sötét, egy huszár D6-ot is, onnantól már világosodhatná fel. Igen. Ugye egy lépés a védekezésig, de ugye huszár E4 következett, és innentől kezdve így vége, vezér E7-tel folytatta fekete, amire huszár F6 sakk, következett király F7-re pedig huszár üti H7, király G8-al visszament, huszár F6 sakk, király F7-re pedig huszár G4-jel ugye nagyon nehéz helyzetbe hozta feketét. Tehát most fenyeget vezér G7, király E8, huszár F6, sakk és ott, igen, elvitték kéznyújtás. A táblát, erre szoktuk azt mondani. Nem tudom, hogy fekete mit, hogyan folytatta, de nagyon nehéz védekezni. A király G8-al próbálkozott meg, amire
ugye vezér D2 következett, megint egy nagyon finom lépés, bástya E8 érkezett, amire vezér F4 jött, és vezér D6-ra pedig, vezér F2-vel ugye nem cserélt fekete vezért, vezér C5-re pedig vezér G3-mal a G6 gyalogot vette szemügyre, vezér D4 következett, amire világos király H2-t lépte, nagyon-nagyon finom lépés, ugye vezér H4 és vezér C7 a fenyegetés egyszerre, ugye huszár D8, a B7 huszár védtelenségét akarta ezzel megoldani, meg esetleg huszár F7-tel a H6 futót megtámadni, de erre viszont vezér D6 nagyon erős lépés volt, ugye meg G6 gyalognak a helyzetére tapintott rá, és huszár E6-ra, ugye azt nem lehet ütni, mert lógna a vezér, futó E3 gyakorlatilag kettős támadás. És nem tudott ez ellen mit tenni. Fekete is itt feladta a partit. Nagyon érdekes és taktikus, ugye még itt is a figuráknak a ugye megtartásával, de egy bástyát is le tudott cserélni fekete. Tehát nagyon aktív támadó állást láthattunk fehérre, ugye minőségáldozattal, aktív tisztjátékkal, tisztáldozatokkal egyetemben. Ugye a következő partiban ismét egy Topalov-Zsirov partit látunk, és ugye már 19. lépésig ugyanaz volt, mint az előző parti, és itt világos egy újítást hozott, ugye egy új lépést tett, ami ugye a szupernagymesterek, meg hát ugye a sakkozóknak az ismérve, hogy előre számolnak, és új dolgokat dobnak be, és ezért is van az, hogy ugye végtelen számú lehetőség van a sakktáblán, hogy egyszerűen a tárháza a sakkjátéknak kifogyhatatlan, és ezért vannak mindig új dolgok. Itt is 19. lépésig ugyanaz a parti ment, fekete készült valami újításra, de nem ő neki sikerült ezt megtennie, hanem világosnak sikerült itt egy újabb meglepetéssel, egy újabb terv, ötlettel, ugye ezt az állást tovább fejleszteni, és szép taktikai partiba megverni feketét. Ugye... Tegyük hozzá, Péter, hogy ez a parti 2008-ban történt, és ekkor a világbajnoki körmérkőzésen játszottak a felek Moréliában, és ezt a világbajnokságot éppen a világos figurákat vezető Topalov nyerte, többek között jó felkészülése miatt. Tehát egész csapata volt Topalovnak is, akik előkészítették ezt a futó D3-as ötletet, és így sikerült egy fontos partit nyerni a Zsirovval szemben. Igen, egy újabbat. Ugye itt mindig, tehát itt nem is csak az, hogy tehát ezek az új ötletek, amikor bejönnek, nem csak az, hogy azonnal nyernek, hanem egyszerűen jobban kielemzett változatban, sokkal felkészültebb az a játékos, ugye, aki ezt az újítást be tudja vetni, és ennyivel vannak előnyben ugye feketének, vagy aki kapja ezt az új lépést, ugye több időt kell belefektetnie, hogy megtalálja a legjobb lépéseket, és ugye ne veszítsen azonnal, és ezek azok, amik ugye a sportó részét is hozzák a sakknak, hogy ugye ilyenkor, tehát időelőnyt szerez az, aki ugye be tudta dobni, vagy az új lépés hamarabb tudta ugye új tervet, ötletet, lépés, stratégiát alkalmazni, és ezért vannak ők előnyben egy picit. És hát ugye a védekező fél, akinek ott kell a tábla mellett megtalálni a legjobbakat, folyamatosan döntést hozni, matematikai alapon, ha csak ugye tudjuk, hogy előbb-utóbb úgy is téved valamilyen apróságot az ember, és a sok-sok döntést világos már otthon meghozta, megtanulta a rendszert, a változatot, sötétnek a tábla mellett kell, tehát jóval nagyobb az esély, hogy belehúz valami kis rontást, és akkor azonnal vége a partinak. Igen, igen. Bástya C8-a, vagyis futó D3 következett, ugye, megérkezett, tehát ez az új lépés, és erre ugye bástya C8 jött, ugye hozta a bástyát, nyílt vonalra, és a huszár C4 D6-tal visszahozni a lovat védelembe, ez volt az alapötlete. F4, ugye, amiről már beszéltünk, alap terv, amire huszár C4
következett, és F-üti E5-re. Ugye itt most megint két döntés lehetőség van, ugye vagy a lóval, vagy a bástyával lehet ütni. Ez valószínűleg a bástyaütés lett volna a legjobb lépés, amit ugye valószínűleg vezérüti A7-et kellett volna, és ugye bonyolult állásba jutunk. Ő huszárral ütött, ami egy picit ugye pontatlan lépés volt. Huszár üti E5 következett, és erre most vezér üti F6 jött, és ugye most megint fekete, ugye ismételten a futó üti D5-tel következett, ugye kivédte a vezér G7 mattot, ugye megvédte a lovat, és ugye huszár üti D3-mal szeretne majd jönni. Futó üti D5-re E üti D5 jött, és most huszár G4-jel folytatta fekete, amire vezér F4 érkezett, huszár üti H6, vezér üti H6, jött, és itt most ugye valószínűleg vezér üti D5 lett volna a legjobb lépés, ami még védekezik, és az elengedhetetlen lett volna. Ott azért van egy gyalog a két tiszt bástyáért, tehát az egy bármi lehetett volna még az, az a végeredmény. Itt vezér B6 sakk jött, ugye, ahol, amiről beszéltünk, hogy itt hibázott fekete, tehát valószínűleg kevesebb ideje volt, nem volt ideje kiszámolni, rosszul döntött, és ez már egy rossz lépés a vezér B6. Vezér B6 sakk, amire király H1 jött, erre vezér E3, és én most úgy szeretne gondolta... Szeretne vezért cserélni. Igen, hogy most a D3 futót ugye le fogja ütni, ezért nem, de vezér H4-jel el tudta vinni fekete mégis ezt a vezért, hogyha ugye D3-ra ütött volna fekete, akkor az E7 bástya ott maradt volna. Bástya E5 ismételten rossz döntés, ugye bástya F8 lett volna a legjobb védő lépés, ugye cserélni a bástyát alapesetben, tehát mindenképp erre kellett volna rájátszania. Ugye bástya E5 jött, erre viszont most a vezér F6 volt. Nagyon erős lépés. Pontos behatolás. Igen, és ugye itt már nagyon nehéz, ugye F-vonalat megtaláltuk, vezér F-ét fejjel, itt nagyon-nagyon D-gyalog is ott van, ami mehet előre, ugye még mindig nem üthetek D3-ra, mert E5-ön ott marad a bástya. Bástya E8, szóval vissza érkezett, és itt jön ugye az igazi topalovi lépés megint, hogy nem fél ugye, de ezt már a stílusából, meg a játékából is láttuk, meg a partikból, futóüti G6-tal gyakorlatilag szétrobbantotta fekete királyállás utolsó mencsvárát, a gyalogjait, H-üti G6 következett, amire vezérüti G6 jött, király H8, vezér F6, király H7, vezér F7, sakk, király H8, és huszár F4 után feladta. Hiszen huszár G6 mattot nem tudja, csak vezér áldozattal, vagy... Vagy bástya G8-al tudna, de arra meg vezér H5 sakk következne, és király G7-re pedig vezér G5. Tehát vége lenne, mert ott a vezér felfedéssel a huszár sakkra ugrana ellenjárni. Tehát vezér G5, király H8, huszár G6, sakk, bástya 5 G6 és vezér üte 3. Igen, és itt akkor gyakorlatilag vége. Úgyhogy megint egy nagyon jó partit láthattunk, támadó partit. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy kell a hibája az ellenfélnek, vagy nem hibáznak, ugye minden partit idézőjelben persze döntetlen lehet, lenne. Ez természetesen nem igaz így, de nagyon szépen használta ki sötét hibáit fekete, és gyönyörűen támadta meg a fekete királyt. Tisztelt nézőink, betekinthettünk tehát a szupernagymesterek megnyitási felkészülésének a boszorkány konyhájába, hogyan, milyen csapatokkal, tímekkel szoktak felkészülni és megújítani a sakk megnyitásának elméleti rendszerét. Sajnos elfogyott az időnk, és el kell, hogy búcsúzzak önöktől. Remélem megtetszett önöknek a Grünfeld védelem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!